én Janics Károlynak születtem. Úgyhogy az fokozatosan módosult, 1941-ben magyarosított az apám, a bátyám, aki na, hat évvel idősebb volt nálam, ő levéltáros volt, őt bízta meg, hogy keressen ki egy olyan magyar nevet, amelyekre lehet magyar, érdemes magyarosítani. Hát vannak tiltott nevek is, ugye egy szétségére nem lehet magyarosítani, de hát amik a szabad nevek. Na és lehetőleg olyan, amelyik kihalt, vagy nem kell. Hát erre jön Iván bátyám nagy boldogan hazan, hogy megvan borsa. Károly Róbert az egész familiát kiirtatta, úgyhogy garantált. Ha ma megnézem a telefonkönyvet ez ellentmond ennek mert mások is jutottak ilyen ötlethez és erre van névre magyarosítottak. A Károly pedig édesanyám a férje iránt édesapám tudni Janics Károly volt és hát ő ezt nagyon szerette megadta a Károly nevet de a mai napig se egészen világos, Gedeon nevet ő vigyeztette hozzá, ugyancsak anyám, elgondolása volt. A egyik nőgyógyásza az volt, de hát nem tudom. Úgyhogy ez, ez, ez rajta ragadt. Még azt tudom, hogy hozzá, hogy olyan ritka ez a keresztnév, hogy mindenki nehez, és ráadásul még van egy hátránya, hogy a beceneve a gida, az ugye kecskének a gidája, és ez, ez, ez többen visszariadnak kimondani ezt a szót, és azt hiszik, hogy azzal megsértenek engem, pedig hát ez, ez én már születése volt a gida voltam, úgyhogy Föl se veszem. Nincs már ilyen aszociációnál az agyamban.